Arte por la convivencia, művészettel az együttélésért. Yehudi Menuhin azt olyan szépen megálmodta és megérezte, hogy ez az a nyelv, ami viszont az érzések mélyére hatol, és ott tud átformálni és megnyitni kapukat. Kedves egybegyűjtés! Állás szívvel köszönjük, hogy ide gyűjtetek Advent első vasárnapját követő hétfő olmos esőjében a szívetekre egy kis harmad cseppet aranyfény ejtegetni. Fáradjatok beljebb, tessék! Nagyon szeretem ezeket a foglalkozásokat, én együtt játszok, meg dolgozok mindig a gyerekekkel, a gyerekek is nagyon élvezik, és én magam is élvezem. Két dolog miatt is jó, hogy együtt dolgozhatom velük, tehát nem csak mint külső szemlélő nézhetem meg az órát, a gyerekekre jó hatással van, tehát ők is érzik akkor ennek a komolyságát, hogyha már a pedagógus is, vagyis hát jó magam is beszállok a dologba. Egyrészt, másrészt meg én érzem a feladat nehézségét, hogy az, amit a gyerekek kapnak, az számukra mennyire nehéz, vagy számukra mennyire könnyű feladat. És még azt képzeljétek el, hogy azon az éjszakán olyan történt, mint amilyet nekem egy öreg székely pásztor mesél. Az egyik ilyen nagyon szép dolog ebben a muzehálózatban, hogy hasonló megszállott emberekkel találkozom. Nekem most nagy élmény volt, hogy Torinóban együtt voltunk művésztársakkal, akikkel ebben a programban együtt dolgozunk, és tanártársakkal, sőt láttuk az olasz gyerekeknek is a műsorát, és az biztos, hogy ott is látszik, hogy a külvárosi iskolákban a sokféle nemzetiségű gyereknek sokszor csak a tánc vagy a zene a közös nyelv, nincs is más nyelv, mint a művészetnek a nyelve. Már második éve veszünk részt ebben a programban, aminek a neve Művészettel az Együttélésért. Két olyan lehetőség volt már, hogy külföldi múzés gyerekeket és ottani foglalkozásokat is megnézhetünk. Jártunk Madridban is, jártunk Torinóban is. Mind a spanyolok, mind az olaszok nagyon színvonalas munkát nyújtottak, és rengeteg olyan dolgot láttunk, amit itt Magyarországon is meg tudunk majd a mi gyerekeinkkel valósítani. Ujjásalma nénivel a múzea foglalkozásokon a mesékbirodalmába utaznak a gyerekek. Anna zenével kísért mesemondást tart a gyerekeknek, és teljesen spontán választja ki a meséhez a szereplőket a gyerekcsoportból. A gyerekek először kicsit bátortalanak voltak, de most már úgy nagyon figyelik a mese folyamatát, és most már nem is kell a szájukba adni a különböző szavakat, ők maguk mondják tovább a történetet. Misi jár ebbe az iskolába, most már 2,5 éve jár múzeafoglalkozásra. És nagyon örülök neki, mert ő egy korababa volt, úgyhogy elég sok szociális problémával küzdött, tehát így kapcsolódás másokhoz, bár nagyon nyitott fiú, talán túlságosan is. Úgyhogy szerintem ez segít neki, hogy amikor együtt játszanak az Anna nénivel, akiért rajong, hogy meg kell tanulni azt, hogy várni kell, nem mindig ő szerepel, hanem türelemmel kellene élni néha. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jót tesz neki. Krisztófiát sokkal nyitottabbá vált fogalmazásában, beszédében, tehát mindegy, vagy ilyen egyszavas mondatok azért kibővültek, tehát már összetett mondatokat is mond. Ráadásul ugye most már szerepel is. Tehát rövid történet, hogy amikor ide került iskolába, akkor az első időszakban úgy kezdődött az első 10 perce, hogy bebújt a szekrénybe. Tehát ennyire nem bírta elviselni a mások jelenlétét, vagy a szereplést, hogy úgy fogalmazott. Még most például iskolai rendezvényen önállóan szerepelt. Egy-egy foglalkozás után, az újra foglalkozás után az ő nyelvükön fogalmazva ez a de jó volt, hú de klassz volt még egyszer, ne menj el Anna néni, mert ne menj el Andrea néni, csináljuk meg órán is, játszunk Gabi nénivel is, tehát tetszik, élvezik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. Nagyon felszabadultak lesznek. És úgy volt, hogy harmadik szám után fölmentem a színpadra, bemondta a dobtanárom a nevemet, hogy és egy jó barátomat szeretném a színpadra szólítani. Színpadon Fekete Donic Mihály, Mikey.
És utána elkezdtem dobolni. És a többi zenekaritok pedig rájátszott, amit én elkezdtem dobolni. Tehát zsír volt az egész.